Lehet, hogy az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik. A demokráciát pedig nem lehet fölülről irányítani, csak az emberek szívéből nőhet ki és rendezheti be az élhető magyar életet. Ha van orosz gáz, akkor van olcsó ellátás a magyar családoknak, és van rezsicsökkentés. Ha nincs orosz gáz, nincs rezsicsökkentés. Nagyon közel kerültünk ahhoz a megállapodáshoz, hogy 1 milliárd köbméterrel több legyen az éves garantált orosz gáz Magyarországon. Közép-európai népeknek kötelessége, amikor független országot él katonai agresszió, egyértelműen és világosan beszélni. Szerintem bennünket, magyarokat 56 miatt különösképpen terhel ez a kötelesség. Ezért, amikor egy független államot az oroszok katonai agresszióval megtámadnak, akkor nekünk világosan, egyenesen és helyes erkölcsi alapállást elfoglalva érdemes megszólalnunk. Nem volt kérdés Oroszország és az ezzel kapcsolatos ukrán helyzet. Talán nem is fontos, hogy így húsleves előtt ilyen nehéz kérdésre vágjam a fejszémet. De a helyzet mégiscsak úgy fest, hogy amikor azt mondom, hogy bármi megtörténhet, akkor az erre a relációra is igaz. Háborús helyzetben vagyunk, ilyenkor nyugalomra van szükség. Stratégiai nyugalom. Most arra van szükség. Olyan megállapodást kötni, olyan szerződést aláírni, amelyek 10 évre titkosítanak. Hogy mi nem tudhassuk meg, hogy pontosan honnan, kik, hogyan befolyásolják az életünket, és pontosan milyen gazdasági számítások alapján várhatjuk Magyarország fölemelkedését, vagy éppen meggyengülését. Ez a mi életünk. Ez nem a kormány biznisze. Ez a mi életünk, kedves barátaim. A paksi atomerőmű bővítésének titkosítása kapcsán a parlament tegnap szavazta meg, hogy 30 évig ne lehessen tudni a szerződések részleteit. 2008-ban azt mondta, hogy kulcs, hogyha titkosítják. Orbán Viktor nem válaszolt, a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár viszont igen. Nincs összefüggés a kettő között. Budapest-Belgrád vasútvonal felújításáról szóló szerződést. A dossziét összecsukták, és a kormány azóta sem akarja megmutatni, mi áll benne. A beruházást ugyanis szinte minden részletében titkosították. 30 évre titkosítaná a kormány a kiemelten fontos beruházások, műszaki és pénzügyi adatait. 2050-ig titkosították a Nemzetbiztonsági Bizottság Pegazus ügyben összehívott ülésén elhangzottakat. Kiderült, hogy ez a rengeteg reklám, az valójában nem az emberek jobb eligazodását, pontosabb tudását, tájékoztatását szolgálja, hanem sokkal inkább manipulációs eszközként működik. Tehát ha eljutnánk oda, és van ilyen ország Európában, hogy nem lehet a kampányban sem használni politikai reklámot, azzal elég jelentős költségeket lehetne megtakarítani. Politikai reklámon a tévéhirdetést érti? Tévéhirdetés, akkor ezek az óriás plakátok, tehát általában amit a köznyelv reklámként fogad el. Iktassuk ki a választási kampányokból a politikai reklámot, amely Magyarországon nem tájékoztatásként, hanem az emberek félrevezetéséül szolgáló manipulációs eszközként üzemel. Gyurcsány és új klónja Miniferi eltörölnék a rezsicsökkentést. Gyurcsány és a Miniferi. Olyan a klón, mint az eredeti. Az államalapítás óta Magyarország nyugati ország, amely saját jószántából sohasem akar többé a kelet része lenni. Tehát mi az ajtót a nyugatnak kinyitottuk, az oroszoknak, a Szovjetuniónak, a kommunizmusnak meg ajtót mutattunk. És azt üzenjük a jövőnek, hogy ne engedjék, hogy mindez visszamásszon az ablakon. Azt üzenjük innen egyfajta új nyugat nemzedékként a fiatalabbaknak, hogy igen, továbbra is tartsanak ki a nyugatos Magyarország mellett, ne engedjék, hogy erről az útról Magyarországot letérítsék, szeressék, hogy Magyarország egy nyugatos ország, ami azt jelenti, hogy hiszünk az emberi akarat szabadságában, és hiszünk az egymásért vállalt kölcsönös felelősségben, ami elválaszthatatlan része a nyugati kultúrának. Ma a sláger téma a gondolkodásban azoknak a rendszereknek a megértése, amelyek nem nyugatiak, nem liberálisok, nem liberális demokráciák, talán még demokráciák sem, és mégis sikeressé tesznek nemzeteket. Ma a sztárok a nemzetközi elemzésekben Szingapúr, Kína, India, Oroszország, Törökország. És azt hiszem, hogy a mi politikai közösségünk évekkel ezelőtt jól érezte meg, jól tapintott rá, talán föl is dolgozta intellektuálisan ezt a kihívást,
És ha visszagondolunk arra, hogy mit csináltunk az elmúlt 4 évben, és mit fogunk tenni a következő 4 évben, akkor valójában ez értelmezhető innen is. Egy nyugati kultúrnemzet életére rátelepedett a kelet uralma, amely megmételyezte és tönkretette országunkat. Nyugatos nép a keleti önkény hálójában. Ez a magyarok tragédiája, amelyet a 20. századi kommunizmus hozott a nyakunkra. Nyugati demokráciát akartunk, amely a keresztény kultúrára, a szabadság, egyenlőség és testvériség eszméjére épp. Ilyen értelemben tehát az az új állam, amit Magyarországon építünk, az illiberális állam, nem liberális állam. Nem tagadja a liberalizmus alapvető értékeit, mint a szabadság, és hozhatnék még néhányat, de nem teszi ezt az ideológiát az államszerveződés központi elemévé, hanem egy attól eltérő sajátos nemzeti megközelítést alkalmaz. Hogy a liberális társadalomszervezési elvekkel, módszerekkel és egyáltalán a társadalom liberális megértésével szakítanunk kell. Nyugat-európai liberalizmus átvétele a közép-európaiak számára egész egyszerűen szellemi öngyilkosságot jelentene. Én azt mondom, hogy abban az esetben, hogyha nincs megoldás az ország vezetési válságára, mert ha Magyarország egy vezetési válságtól szenved, nem hisznek az ország vezetőinek. Mi magyarok se hiszünk, de az ország határokon kívül sem hisznek, ezt hívják bizalmi válságnak. Ha ezt nem oldjuk meg, akkor biztos, hogy be fog szakadni a forint. Tehát én azt állítom, hogy akkor esélyt sem kap az ország arra, hogy kivédje a mostani pénzügyi válságot. Ha nincs politikai változás, akkor sajnos a forintot nem tudjuk megvédeni. Ma újabb történelmi rekordszintre gyengült napközben a forint. A pénzváltóknál 410 forintot is kértek egy euróért. Hogy egy parlamentális rendszerben az egymást demokratikusnak elismerő pártok között a koalíció lehetőségét soha nem szabad kizárni. És ezt most is fenntartom. Tehát kommunisták, fasiszták nem jöhetnek, ez teljesen nyilvánvaló. Ellenben, tehát ez nem is vita kérdés. Ellenben a mai magyar parlamentben van 6 parlamenti párt, abból 5-öt én alapvetően demokratikusnak tartok. A kisgazdapártot, megmondom őszintén, a Tordyánféle kisgazdapártot nem sorom ebbe a körbe. A mai naptól tehát azt kell mondanom, hogy a független kisgazdapárt és a Fidesz-Magyar Polgári Párt kapcsolata a hosszabb távú együttműködési szándékon és a bizalmon nyugvó kapcsolat lesz. Egy kormánynak a népszerűségét nem az erősíti meg, és nem az gyarapítja, ha megvédi az alkalmatlan embereit, hanem az, ha azt látják, hogy a miniszterelnök az alkalmatlan emberektől meg tud szabadulni. Ezzel nő a kormány hitele, nem pedig csökken szerintem. Ezek politikai blöfftámadások, amelyeket ezután sem vettem, eddig sem vettem komolyan, ezután sem veszek komolyan, és még egyszer mondom, minden egyes támadás, amit eddig hallottam, ezekben a témákban a miniszter úr iránti bizalmat növelte, és nem csökkentette. Köszönöm, miniszterelnök úr. Én nem vagyok hitoktatásnak egyébként ellenfele. Azt gondolom, hogy arra szükség van a plébánián, az egyház saját helységeiben, és semmiképpen nem az iskolában. A kormány a 2013-as tanévvel vezette be, hogy a gyermekeknek kötelező legyen erkölcstant vagy hit és erkölcstant tanulnia. Orbán Viktor miniszterelnök engedélyezte, hogy akár közel 1,7 milliárd forinttal is túl lehessen lépni a hit és erkölcstan oktatására és tankönyv támogatására szánt keretet. Egy liberális kormány képes lehet arra, hogy kíméletlenül szembeszálljon a fejét már nálunk is egyre gyakrabban felütő rasszizmussal és idegengyűlölettel. Jelen pillanatban pedig a Soros Alapítvány ösztöndíjasa. Várunk, esetleg egy kis hazafigyelzenét addig berakok.